Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm Önöket, és köszönöm szépen, hogy megtiszteltek ezzel, hogy eljöttek, hogy meghallgassanak egy rejtélyes cím nyomán. Úgyhogy indításként engedjék meg, hogy a címet tisztázzam helyével közzel. A címet nem én találtam ki, de senki sem fog nevetni. Ez Milan Kundera egy novellájának a címe, a későbbiekben erről szeretnék majd szólni. Az alcím számomra az érdekesebb most, ez a groteszk, illetve a közép-kelet-európai groteszk. Használjuk ezt a fogalmat, meg tanítjuk, meg tanuljuk, meg úgy velünk van a hétköznapokban. Maga a jelenség viszont, illetve hogy mit is takar ez valójában, azt gondolom, hogy roppant izgalmas. Azzal együtt, hogy itt ebben a régióban, ebben a közép-kelet-európai régióban meg különösen izgalmas. Ugyan Anika azt mondta, hogy magas gondolatokat fognak hallani. Én egy viccel próbálkoznék. Itt a régió és a groteszk kapcsán, nyilván mindenki ismeri, Munkácson egy idős bácsit megkérdeznek arról, hogy mégis hogy zajlott az élete, és meséli a bácsi, hogy hát én éltem Magyarországon, aztán éltem Csehországban, éltem én Romániában, éltem Szovjetunióban, éltem Ukrajnában, és akkor mondja az újságíró, hogy a bácsinak biztos roppant kalandos élete volt, és azt mondja, hogy nem kérem, én életemben nem tettem ki a lábam Munkácsról. Ez a közép-kelet-európai létezés. És a maga groteszkségében, tudnélik, a grotesznek éppen ez a lényege, hogy ezt viccként elmeséljük, aztán, hogyha belegondolunk, akkor meg egy kicsit megborzong az embernek ott a gerince környéken. Ezt úgy nevezte, ezt a groteszk hatást egy szakíró, hogy a groteszk az nem más, mint az arcunkra fagyó nevetés. Tehát amikor elkezdünk nevetni, aztán egy pillanat alatt tudatosodik az, hogy min is nevetünk, és eltöfrégünk azon, hogy szabad-e ezen nevetni, és lehet-e ezen nevetni. Azt gondolnám, hogyha végignézünk itt a hétköznapi életünkön, vagy éppen ezen a régiós valóságunkon és régiós történelmünkön, elég gyakran találkozhatunk ezzel a jelenséggel. És minden bizonnyal ez az oka annak, hogy ez a fogalom így együtt működik a szakirodalomban, mert hogy a cseh, a lengyel és a román és a magyar irodalomban tapasztalhatunk a 20. században olyan jelenségeket, amelyek ebbe a fogalomkörbe utalhatók. A továbbiekben engedjék meg, hogy mutassak három nagyon rövid kis filmrészletet, amik teljesen közismert filmrészletek, mindhárom a Sörgyári Kápricsóból származik, Hrabal művéből készült filmből. Azért gondoltam ezeket megnézni, hogy egy picit tudjunk gondolkozni azon, hogy hogyan is működik a groteszk hatás. Magyarul, hogy mi az, ami a groteszket leválasztja és elkülöníti mondjuk a komikustól, a nevetségestől, vagy éppen a tragikustól. Bízom benne, hogy ezek a filmrészletek segítenek. Nincs más hangszorunk, csak a laptop hangszorúja, ezért elnézést kérek, de az előbb kipróbáltuk, működik, mert úgyis tudják, hogy hál' Istennek Pepin bácsi üvölt a filmbe, és mindegyik részletben ő a főszereplő. Nos, az első, ez szerintem sokunknak a kedvence, ez a vásároljon mosómedvét részlet. Megjött a ládában a mosómedve. Minden gyerek, mindenkivel barátkozott. Csak hát, amit meglátott, mindent megmosott. Egyszer úgy megmosta a megpróbálcsiakra a tengerit, hogy ezt már kérdője még az útja helyre. Nos, mielőtt elindulna, azt mondtam, hogy állj. Nos,
Akkor egy mondat erről a részletről, hogy miért is gondoltam volna ezt, túl azon, hogy ahogy mondtam, ez valószínűleg sokunknak kedvence. Ugye itt, amikor ezt a részletet nézzük, hallgatjuk és a hatásán töprengünk, akkor minden bizonyan még nem a groteszk körében járunk. Azzal együtt, hogy a groteszknek létezik egy olyan fajta definíciója, amely szerint egymástól távol álló, vagy egymástól roppant távol eső dolgok kerülnek egymás mellé, és ez okozna a groteszk hatást. Ha akarom, akkor persze értelmezhetem így. Pepin bácsi mondja maga őrületét a mosómedvéről, közben az igazgatótanács megkísérel valamiféle igazgatótanácsi ülést tartani. Aztán ez a kettő olyan szépen vegyül, hogy végül semmi nem lesz a dologból. Ez a vegyülés adja ennek a jelenetnek a hatását, de azt gondolom, hogy itt inkább még a komikum körében járunk, és nem a groteszk körében járunk, mert hogy a mosómedve történetben nincsen semmi olyan, ami tovább gondolandó, vagy tovább gondolható lenne. Következő részlet, ez egy hang nélküli részlet, pusztán és roppant rövid. Itt is arra érdemes szerintem figyelni, hogy akkor most mi is van itt. Tehát, hogy a hatás az komikus hatás, több az vagy kevesebb, úgyhogy akkor próbálnánk nézni. Nos, azt gondolom, hogy ennél a részletnél egyértelműen a komikum kategóriában vagyunk. Azzal együtt, hogy... elnézést. Tehát a komikum, hiszen ez teljes egészében a burlesque, ugyanakkor viszont... Nyilvánvalóan, hogyha nagyon akarom értelmezni itt a groteszk jelenségét, akkor hogyha az illető többször kisegített ember szemszögéből nézem, akkor nem annyira vicces ez a történet. Mindenesetre a megmutatás, a felmutatás az mindenképpen az. Itt Szilárd kollégámnak köszönhetem a mottót, ami az előadásomhoz társult örkénytől, ami szerint a groteszk az tulajdonképpen egyfajta látásmód. Valószínűleg erről van szó ebben a jelenetben, tehát erről a bizonyos látásmódról, ami komikussá teszi azt, ami lehet, hogy alapvetően nem is annyira komikus. És akkor az utolsó részletet szeretném még mutatni, szintén Pepin bácsi és szintén Ordit. Ahol azt gondolnám, hogy a szöveg, tehát az elmondott szöveg alapján már van értelme a groteszkről szólni. Ez a megérkezés jelenete 2 percben.
ha megbocsátják, ettől most eltekintünk, most már cipők következnek. Mert hogy akkor mi is történt itt? Pepin bácsi mondta magáért, hogy mi történt a faluban. Mi történt? Üdvözli mindenki, X nem, mert az meghalt. A pap eltörte a lábát, mert hogy amikor az ember zuhant le a templomtoronyból és hársvákra esett, akkor ő megbotlott és szomnyaktörés szenvedett. Az ember viszont aránylag éppen megúszta. Tehát jöttek itten sorra a szörnyűségek egymás után, mindez olyan előadásban, hogy nem lehet a dolgon nem nevetni. Viszont ez már mégsem annyira a komikum kategória, azt gondolnám, mint az adott esetben a legelső részlet a mosómérvével. Most valami ilyesmi tud a groteszk. Tehát azt tudja, hogy miképpen lehet ezt a hatást elérni, illetve ezt a hatást megvalósítani, hogy az ember valóban nevessen egy nagyot, akár a saját baján, aztán utána, hogyha van kedve, akkor gondolkodjon el azó, hogy mi is történt vele, mi is történik vele, és miben is él, és miben is van. Nos, a folytatásban akkor engedjenek meg pár perc okoskodást a fogalomról, magáról, hogy hogyan is alakult, és mikor, hogyan módosult a fogalom jelentése. Maga a szó, a groteszk kifejezés, ez a 16. századtól van használatban, akkor tártak föl, tudnék, római kori emlékeket, és találtak olyan díszítő motívumokat, amelyek ilyen félig ember, félig állat figurákat ábrázoltak, és ezeket nevezték groteszkeknek, és a gótika előszeretettel alkalmazta ezeket a díszítő motívumokat a katedrálisain. Aztán a 17.-18. században érdekelt szépen tovább ez a motívum, viszont a jelentése egy kicsit módosult, mert hogy nem pusztán a különös vagy a különleges, hanem kapott egyfajta jelentést, és a bizarra, nem hétköznapi, a szokatlan, tehát valami ilyesfajta jelentésekbe csúszott át. És nagyjából a romantika korára, tehát a 19. század elejére szivárog be a közbeszédbe úgy, hogy a groteszk egy az egyben pejoratív jelentésű közszóként működik. Aztán, ahogy közben, miközben a fogalom maga él, ezen közben él az irodalom is, és Gogol megírja a maga köpönyegét, és ez a Gogol féle köpönyeg című kisregény elkezdi alakítani az irodalomban legalábbis a groteszk fogalmát, és vezet el egy olyan fajta groteszk értelmezésig, amit tekinthetünk úgy, mint a grotesznek a legelső megfogalmazását. Ugye, emlékeznek talán a történetre, tehát Akaki Akakievics az ezredik kishivatalnak óriási kihívás előtt áll, mert meg kell varratni az új köpönyeget, mert hogy fázik a szerencsétlen. Azért, hogy a köpönyeget megvarrathassa, heroikus munkát kell végeznie, le kell mondania mindenfajta szórakozásról, mindenfajta élvezetről. A szórakozás az az, hogy otthon is másolja azokat az iratokat, amiket a munkahelyén, az élvezet pedig az, hogy kettővel többet harap a marhahúsba. Aztán mindenféle spórolási szokásokat kell bevezetnie, és aztán végül is sikerül megvarratni a köpenyt, amit viszont a diadal pillanatában ellopnak tőle. És ebbe, illetve az ennek kapcsán őt ért megaláztatásokba belehal vélhetően ebbe hal bele, pontosabban biztos meghal. Aztán pedig kísértetként visszatér, és addig nem nyugszik a sírjában, amíg ő is nem rabol egy köpenyt attól a személytől, aki miatt a megaláztatásokat el kellett szenvednie. Hol itt a groteszk, vagy hogy értelmezendő itt a groteszk? Alapvetően a főhős, ez az Akaki Akakievics, egy abszolút kisember, Isten bocsássa meg, egy nulla ember. Tehát ez a 12 egy tucatnál valamivel rosszabb fajta. Rajta rajzolták meg az orosz csinovnyik alakját annak idején. Ez a kisember éli a maga kis mechanikus, nyugodt és semmit mondó életét. Minden nap ugyanúgy zajlik, ahogy az megelőző, és egyszer csak ebbe a teljesen unalmas életbe berobban valami különleges. Megjelenik Akaki Akakievics életébe a cél, mint olyan, és elkezd küzdeni. Most ha csak ennyit tudok a történetről, tehát egy hétköznapi ember, akinek az életében megjelenik végre a cél, és a célért emberfeletti küzdelmet folytat, illetve a cél eléréséért, akkor meghajtom a fejem, mert hogy ez teljesen rendben van, és nagyszerű dolog. Viszont ha hozzáteszem azt, hogy a cél az, hogy egy köpenyt megvarrasson szerencsétlenje, és mindenhez még hozzátársulnak a kiszerű megoldásai, hogy megpróbál pénzt szerezni mind a köpeny varratása, akkor az embert már kezdi valami rossz érzés elfogni. És kis hián elkezdi sajnálni ezt a hőst, amellett, hogy
hogy valahogy a nagyon piti ellennek is tűnik az egész. Minden esetre ez a hős, ha úgy tetszik, megnemesedik, hiszen küzd az illető célért, és ez a küzdelem és az ő megnemesedése, ez megemeli őt magát, tehát magát a figurát, viszont akkor is ott van a cél, tehát az, hogy egy köpenyt kell megvaratni, ami viszont ezt az emelkedést elég rendesen húzza vissza, vagyis a groteszk féle kettősség elkezd működni. Egyik oldalról fent, tehát végre van egy érett célom, illetve érett célja, másik oldalon pedig ott a lent, hogy mi is ez a cél tulajdonképpen. És akkor ez a hatás szépen-szépen megtartja az olvasót a maga kettősségében, és ugye idéztük Örkényt az imént, azt mondtuk, hogy a groteszk látásmód. Mindezt elmeséli valaki, elmeséli egy narrátor, aki úgy meséli el, hogy nem tudok nem röhögni ezen a figurán, miközben borzasztóan szégyellem magam, hogy röhögök rajta. Mert hogy ez is a groteszk hatás lényege. Tehát az, hogy nem tudok nem nevetni, de ezt a nem nevetést, ezt folyamatos szégyenérzet kíséri, és folyamatos rossz érzés kíséri, mert tudom, hogy ezen nem szabadna nevetni. Na ez az a bizonyos arcunkra fagyott nevetés, amit említettem a korábban, ahogy meghatározták a groteszk hatását. Nos, tehát ez a fent és lent, tehát a két eltérő minőség egymás mellé kerülése, az, amit Gogol óta, illetve Gogoltól a groteszk kapcsán működik. Aztán ez szépen húzódik tovább a 20. századig, egyébként csak zárójelbe, vannak 2-3, ezt nem először hallják, törőbb elnézést. Mint egy mellesleg, a Mimóri Zsigmondunk is ír hasonló elbeszélést, a Tragédia nevű novelláját, nem tudom, ismerik-e, ez egy borzasztó emberről szól, aki életében nem evett egy normálisat, és úgy dönt, hogy életében egyszer tényleg zabálja magát, és belehal a kajálásba, majd belefullad, konkrétan nem bírja megenni. Ugyanez az Akakievics történet. Tehát adott a cél, az ember szinte megnemesedik, nagyszerűvé válik kint a mezőn, dolgozik, célja van, érzései vannak, azért könyörgöm miért. És akkor megint a groteszk körében vagyunk. Nos, és akkor a 20. század és a fogalom módosulása, szintén közismert mű, ez Kafkának az átváltozása, ami egy kicsit arrébb is billenti a groteszket, mint olyat. Egy kicsit elbillenti az abszurd irányába. Mi most nem fogjuk elbillenteni, mert hogy az külön mese lenne az abszurd. Úgy szoktunk fogalmazni, hogy leginkább a túlhajtott groteszk lenne az abszurd, ami már valószerűtlen. Ugye ismerjük a történetet, főhős fölébredés, arra ébredt, hogy undorító csúkféreggé változott. És a főhős elkezd töprengeni ott az ágyában. Mi történt vele is? Ugyanaz történt, mint Akakievicssel. Élte a maga kis mechanikus, kiszerű életét, reggel felkelt, utazóügynökként dolgozott, este lefeküdt és így tovább, és egyszer csak megjelent nem pusztán a nagyszerű dolog, de egyenesen fantasztikum az ő életében, hiszen átváltozott teljes egészében. Mi erre a reakció? Ugye normális helyzetben az ember milyen frászt kap, mert hogy is történhetett ez. Ő meg ott fekszik, édesem, aztán töpreng az, hogy most akkor ennyi lábra hogyan lehet nadrágot húzni, meg akkor el kéne már indulni dolgozni, de hogyan tud így elindulni dolgozni, mit fognak szólni, hogyha így meglátják. Magyarán az történik, hogy a fantasztikust, a különlegest, nem tudom tovább fokozni, szépen lehúzza a maga kis hétköznapi életébe, aztán megkísérel ott boldogulni vele abban a bizonyos kis hétköznapi életben, és jut, amire jut, ismerjük a végkifejletet. Tehát ez a kafkai groteszk lenne a 20. században az első olyan jelenség, ami módosítja magát a fogalmat, ami, ahogy mondtam, a 16. század óta szépen működik. Na és akkor jön nekünk ez a gyönyörűséges 20. század, ahol az említettem régió, tehát ez a cseh, lengyel, román és magyar, tehát ez a régió kezdi kitermelni azokat a műveket, amelyeket manapság a groteszk körébe utalgatunk. Itt és célszerű egy kis különbségtételt tenni, mert hogy vannak műveink, alkotóink és műveink, akik, hogyha úgy tetszik, előzménynek számítanak, már feltételezve azt, hogy az a groteszk, amit 20. századnak hívunk, az a század második felében működik igazán. Nos, két alkotót szeretnék említeni ebből a körből, egy lengyel, illetve egy cseh alkotót. A cseh alkotót azért, mert közismert, a lengyelt meg azért, mert nem. A cseh alkotó ez a Hašek és a Švejkre gondolunk nyilván. A Švejk nem groteszk, ez minden bizonnyal érvényes kijelentés, azzal együtt, hogy közben már az ember azért vakarja a tarkóját, hogy azért, ha végig gondoljuk a Švejk körüli sorsokat, tehát amikkel ő találkozik a világháborúban, akkor azért lehet, hogy ez a minőség is bejátszik a Švejk értelmezésébe. Ugye a Švejk, tudjuk, hogy a cseh nemzeti identitásnak alapvetése most már, ezt
úgy olvastam valahol, tehát hogyha nem igaz, akkor nyugodtan cáfolja nekem tokcsehül, hogy állítólag ige is keretkezett már svejkből, a svejkovát ige, aminek a lefordíthatatlan, de a jelentése nagyjából az, illetve a tartalma, hogy hülyeség révén átlébecolni dolgokat. Mert hogy svejk ezt teszi. Tehát ő ugye roppant büszke arra, és ezért használom én is azt a szót, amit ő, hogy neki papírja van arról, hogy hülye. Így aztán végigcsinálja a világháborút, körülötte emberek hullnak, értékes emberek eszüket vesztik, életüket vesztik, sorsok mennek tönkre, Svejk meg egyszerűen hülye. És szépen végigcsinálja a háborút, és jól érzi magát, és egyszerűen nem hagyja, hogy bármi is felbosszantsa őt. Egy kicsit, csak zárójel, ez a pár tíz éves filmsiker, a Forrest Gumpnak a sztoria gyakorlatilag ugyanez. Ez az egyszerű, csendes, akármilyen emberke, aki óriási sikereket ér el, miközben, ahogy mondtam, körülötte zajlik a történelem, de hála a jó Istennek, ebből semmit az ég egyet a világon nem vesz észre. Nos, tehát az egyik erő futár, hogyha úgy tetszik, az bőven lehet a Svejk, illetve a Svejk társai, akár Haseknél, akár a kortársaknál, mondjuk Csapekre gondolok elsősorban. A másik pedig a lengyel irodalom. Ahogy mondtam, ott egy olyan szerzőt gondoltam említeni, aki kevéssé ismert, őt úgy hívják, hogy Galcsinszki. Ilyen vékony kis kötetecskéje van magyar nyelven. 50-ben halt meg. Galcsinszki azért is különleges, nem csak azért, mert nem ismerjük, mert hogy a groteszk kapcsán nagyon ritkán szokás versekről beszélni. Minden irányzatnak, minden stílus irányzatnak megvan a maga műnembéli hierarchiája. A groteszknél ez úgy néz ki, hogy leginkább a dráma, ami érintett, ezt követi a próza és jellemzőnek is próza, és versben nagyon ritkán beszélünk a groteszkről, illetve a groteszk hatásról. Most Galcsinszkinél és fura a helyzet, mert hogy csak zárójelbe jegyzem meg, hogy a magyar kortárs magyar irodalomból Petri Györgyöt szokták emlegetni, meg Szőcs Gézának egy-két versét, ami ebbe a kategóriába utalható. Tehát itt is furcsa a helyzet, mert hogy ez a groteszkség, ez leginkább nyelvileg érzékelhető, a szövegek tartalmában nem annyira. Hogyha megengedik, akkor idéznék egy rövid kis verset, amelynek az a címe, hogy miért is nem danol az uborka. A kérdést mi túlmérészen tétetik föl egy címmel, bár fáj fölérni ésszel, megoldom úgy, amint kell. Ha soha és semmiképp sem danal az uborka, tény. Nem akarja az ég, s felteszem, nem is tudna. S hogy dalna-e? Mai beregebed. Mint senki, mint egy pacsirta. Éjjente a dunsztos üveget zöld könnyeivel telesírja. Elmúlunk sok-sok évünk, nyár, tél, nap és hóorkán, s mi egykedvűen átallépünk, nem is egy-két uborkán. Hogyha az lenne a kérdés, hogy ez meg mi volt, akkor nem tudnék rá válaszolni. Mert hogy pont úgy néz ki, mint egy vers, tessék elhinni, tehát versszakokra van osztva, meg négy soros versszakok, tehát pont olyan, garantáltan semmi értelme a szövegnek magának. Egy nagyon jó pofa nyelvi játék, tehát az uborka nem dalolása olyan fajta szavakkal tele tűzdelve, hogy a dalna-e éppen, vagy tétetik föl egy címmel, tehát itt megint csak a minőségek egymás mellé keveredése, tehát egy jókora marhaság, mert hogy a szöveg tartalmaz az, elmondva úgy, mintha az vers lenne. Gyakorlatilag nagyon sok ilyet tudnék idézni, Galcsinszkitől, mert hogy az életműve fele az ilyen marhaságokból áll, a másik, hanem egy gyönyörű szép, ahol ez a játék lényege. Tehát az, hogy semmiről nem beszélni, úgy csinálni, mintha verset írnánk, és akkor megvan a két minőségünk. Az egyik kedvencem ez, hogy ha ló verset írna, 100 lotyit adnék neki, és aztán hosszan ecseteli azt, hogy milyen szép is lenne, hogy ha ló verset írna, és miről szól az, hogy szólna az a vers, amit egy ló írt. Tehát ez is marhaság. Nos, tehát akkor ő tehát a lengyel irodalomból és a lírából, ami meglehetősen ritka jelenség, és akkor tulajdonképpen 25 perc után érkeztünk odáig, hogy arról beszéljek, amiről kéne. Tehát akkor ez a bizonyos, az a fajta groteszk, amit egyként olvasunk a 20. század után. Legelső sorban a cseh irodalomra szeretnék, illetve cseh irodalomból két szereplőt szeretnék emlegetni. Az egyik lenne Kundera, a másik pedig lenne Hrabal. Azért is ők, mert hogy Kunderával elsősorban megint csak egy más típusa jelenik meg a grotesznek. Ugye az a fajta groteszk, amiről utoljára per definíció szerint megpróbáltam beszélni itt Kafka kapcsán, az olyan szépen lassan eltűnik,
Egyébként zárójel, ez a, nem tudom mennyire emlékeznek az átváltozásra, tehát Kafka művére, ez ilyen befogadás történeti anekdota, hogy én úgy emlékszem rá, hogy baromi nyomasztó volt, tehát sötét és nyomasztó. Azt meg leírták Kafka barátai, hogy ezt felolvasta nekik ezt a művet, és dőltek a röhögéstől. Tehát ezek szerint akkor még valamit nagyon máshogy olvastak, és máshogy értették, mint ahogy ezt mi olvassuk, illetve mi értjük. Elnézést, ez zárójel bezárva. Nos, tehát akkor Kundera. És ez az újabb fajta, vagy másik fajta groteszk értelmezés. Ugye Kundera, ő tetőtől talpig a 20. század gyermeke, született 29-ben Csehországban, aztán emigrált Párizsba 68-ban, és azóta is ott él, sőt 93 óta nem írt csehül, hanem kizárólag franciául írja a műveit. És az okok, ami miatt az ő élete így alakult, azok teljesen tipikusan közép-kelet-európai okok, politikai okok konkrétan. Kunderával, illetve Kundera műveivel jelenik meg a grotesznek az a típusa, amit most már a szakirodalom groteszk struktúraként szokott emlegetni. Nevezetesen, hogy adott egy főhős, aki tulajdonképpen nem egy különleges ember, nem annyira kis ember, mint Gogol hőse, vagy éppen Gregor Samsa, de nem egy különleges ember, és ez a főhős elkövet valamilyen hibát. Ez a hiba, ez jellemzően komikus hiba, viszont ennek a komikus hibának tragikus következményei lesznek, és akkor így alakul és így épül ki szépen ez a groteszk struktúra, ami Kunderánál olvasható. Két példát szeretnék említeni, az egyik a közismert és hányatott sorsú tréfa című regénye, a másik pedig az éppen az előadás címéül szolgáló Senki sem fog nevetni című novella. Ugye a tréfa, a közismertebb, azt gondolnám, hogy valóban egy tréfáról van szó, tehát a regény arról szól, hogy Ludwig Ján, a regény főhőse, a barátnőjének imponálandó küld egy képeslapot az 50-es években, a sztálinizmus idején, amelynek a végén poénból odaírja, hogy és éljen Trocki. Ebből következik, hogy Ludwig Jánt kirúgják az egyetemről, kirúgják első körben a pártból, mert hogy ő valóban hitt ebben a kommunizmus nevű dologban. Tehát kirúgják onnan, kirúgják az egyetemről, a katonaságnál olyan századba sorozzák be, amit a bűnözőknek találtak ki. Tehát gyakorlatilag egy az egyben nyírják ki Csehország életéből, illetve akkor még Csehszlovákia életéből. Erről szól a regény, illetve mellette még három sorsról. Tehát ez a séma, tehát van egy hiba, ami egy marhaság, egy komikus hiba, valaki hülyeséget csinált, aztán lett belőle az, ami lett. Ez, amikor gondolkodtam, az előadáson nem jutott eszembe, de Hank is ugyanezt csinálta az ötves kollégium, nem tudom, ezt ismerik ezt a történetet. Ugye azt tudjuk, hogy 49-ben el kellett hagyni, a Hank is eremér jutott eszembe, hogy el kellett hagyni az ötves kollégiumot, konkrétan kirúgták. A sok verzió közül az egyik verzió, hogy egy buli közepette Nietzsével próbált imponálni egy lánykának, és ezt nem nézték annyira jó szemmel. Zárójel megint bezárva, elnézést kérek. Nos, tehát akkor a tréfa, mint séma, illetve mellette ez a Senki sem fog nevetni. Ahogy mondtam, novella, ennek ellenére a maga rövidségében és csekélyebb terjedelmében jóval intenzívebb. Ennek a főhőse meg egy egyetemi tanársegéd, egy művészettörténész, akihez egy egyszerű hétköznapi ember elvisz egy tanulmányt azzal, hogy ő ezt szeretné publikálni, de csak akkor fogadják el az illető lapnál ezt a dolgozatot, hogyha a tanársegéd véleményezi és pozitív véleményt mond róla. A fiatalember végigolvassa, és azt látja, hogy ez úgy hülyesége, hogy van. Arról meg nem is beszélve, hogy össze-vissza lopkodott idézetekkel, de ő egy ilyen szelíd, csendes, kedves fiú. Megint csak a főhősök, ugye említettem, hogy hétköznapi, nem hétköznapi. Kunderánál is, és több másnál is izgalmas ez is, hogy a hősöknek valami teljesen mellékes tulajdonsága válik a hiba okozójává, és az életük tragédiájának az okozójává. Ennek a fiatalembernek az a jellemhibája, hogy utál konfrontálódni. Tehát azt mondja, hogy nem piszkálja ezt a szerencsétlen embert, nem mondja neki meg, hogy ez rossz, hanem inkább elbújik. Tehát első körben csak letagadtatja magát a tanszéki titkárnővel, hogyha megy az ember. Akkor, amikor ez már nem működik, akkor az óráit teszi, az előadásait teszi más időpontra, mint ahogy az órarendben vannak, hogy ott se találja meg. Aztán, amikor megtudja, hogy már a lakcímét is tudja az illető, akkor a barátnőjéhez költözik, bujkál magyarul. Tart ez addig, amíg ezt az új lakcímét is meg nem tudja ez az úr, és felkeresi ott, és a hősünknek a barátnője fogadja.
aki elküldi. Aztán másnap összefutnak a hősünk és az illető szerző, összefutnak az egyetem folyosóján, ahol kinyába, és itt a komikus hiba, kinyába az illető tanárségéd azt mondja ennek az embernek, hogy maga meg miért zaklatja a barátnőmet. Kvázi azzal zsarolja, hogy meghirtelen ilyetében, hogy meg akarta volna erőszakolni az ő barátnőjét, na és akkor innentől beindul a labina. Ugyanúgy, mint a tréfában, csak katonaság nincs a végén, tehát kirúgják mindenhonnan, ami létezik, és gyakorlatilag a novella végén ott áll a puszta semmiben Prága közepén, és senkihez nem tartozik, nincs lakása, nincs állása, sőt a szerelme is elhagyja, mert időközben őt is kirúgják emiatt a munkahelyéről. Vagyis akkor mi is itt a helyzet? A helyzet tehát az, amit mondtunk, tehát adott megint egy abszolút komikus helyértékű hiba, és ezt a komikus helyértékű hibát úgy használja fel a sors, illetve használják fel a körülmények, hogy egy teljes emberi élet múlik rajta, és egy teljes emberi egzisztencia múlik rajta. Ugyan azt mondtam, hogy a két cseh szerzőre hivatkoz, amit elsősorban, de engedjék meg, hogy egy kicsit előbbre tekintsek a magyar szerzők irányába is. Tudnék, itt valahogy úgy alakult Magyarországon, hogyha groteszk, akkor örkény, pedig azért a jelentős szerzőink többsége bele-bele csúszik ebbe a minőségbe. Sánta Ferenc nevét többnyire a Sokan voltunk című novelláról szokás ismerni, illetve a népi tárgyú írásairól. Nagyon-nagyon nagyszerű groteszkeket ír, és nagyon közép-európaiakat. Bár az első példám, ez Németországból származik, ez a Müller család halála című novella. Müller úr a főhős, ő csendőr a Hitler Berlinében, és amikor már érződik, hogy itt bukás lesz, akkor Müller úr, lévén 7 gyereke, úgy dönt, hogy gondoskodni kéne a családról. Ezért aztán azt találja ki, hogy éjszakánként, amikor nem csendőr, akkor plakátokat ragaszt, antifasiszta plakátokat ragaszt, nappal felölti a csendőre egyenruhát, és nyomos saját maga ellen. Mert hogy akkor történjék bármi, jövédve van. Tehát ez a hibája. Most ha ezt a hibát megint csak végig gondoljuk, akkor ez a hiba, ez igenis komikus, úgy, ahogy van, hogyha az ember elképzeli a csendőrt alsogatjába plakátokat ragasztani, aztán pedig másnap nyomozni. A következménye meg az lesz, hogy leleplezik, és nem véletlenül az a cím, ami a cím, tehát a Müller család halála, őt és a teljes családját 7 gyermekestől kivégzik. Magyarán, tehát ez a Kundera által emlegetett struktúra, ez nem egy szerző mindössze, hanem ez valóban típussá válik, hogyha úgy tetszik itt a 20. század második felében, és maga a régió, tehát az a mi régiónk, ezek bőven ad is arra lehetőséget, hogy ez a típus, ez működhessék. A másik szerzők a Hrabal, akitől itt az imént néztük a dolgokat, nála egészen különleges helyzet, azt hiszem, mert hogy Hrabal is típus, de ahogy a mi Vörös Sándorunk kedvéért is az éppen forgalomban lévő kortárs irodalom történet külön kategóriát gyártott, mert nem sorolható be sehová. Tehát úgy néz ki, ez Kulcsász Szabó Erdő. 4 típusba sorolja magyar lírát az 50-es évektől, a 4. típusban egy ember van, Vörös Sándor. Egy kicsit ugyanez a helyzet Hrabállal is, hogy lehetne itten tipizálni, meg lehetne keresgélni, hogy miben is rejlik az ő groteszksége. Nem nagyon lehet egyértelműen így besorolni. Hrabállban 2 dolog az, ami roppant vonzó, és ami ezt a bizonyos groteszk hatást aztán mégiscsak hozza. Az egyik, ez a Pepin bácsi féle figura. Ezt a Hrabal szakirodalom úgy emlegeti, hogy ezek a nagyhangú pofázók, akik gátlás és mindenféle kontroll nélkül mondják a magukét egyik mondatot a másik után, rettentően élvezik, nagyon nem érdekli őket, hogy kit bántanak meg, miért bántják meg, nem akarnak ők bántani senkit, ők csak beszélni akarnak. Azt se érdekli őket, hogy hallgatja őket valaki. Tehát részint ez a típus, amelyik Hrabalt ide említeti mindenképpen a groteszk körébe, a másik pedig a hős választása. Tudnék, Hrabal nem úgy viszonyul a kisemberhez, mint ahogy az eddig említettem szerzők. Az ő főhőse is kisemberek jellemzője, hétköznapi kisemberek, viszont Hrabal számára ezek a hétköznapi kisemberek, ezek abban a pillanatban lesznek érdekessé és izgalmassá, amikor a legmélyebbre kerülnek. Az egyik kötetének ez a cím, hogy Gyöngy a sárban. Ez a látásmód az, ami a Hrabali látásmódnak a lényege. Tehát, hogy az, amikor mindenki csúszik az ember alól, amikor teljesen magára marad, mit hoz ki belőle? És a Hrabal hősök akkor kezdenek el élni, és ez meg Hrabal kedves derűje, hogy mindig az derül ki, hogy az ember jó. Mert hogy ezek a
mindenüktől megfosztott emberek képesek emberi módon gondolkozni és emberi módon viselkedni. És az életmű egészen azt gondolnám, hogy ettől többek között ettől roppant vonzó. A groteszksége az pedig szintúgy ebből a kettősségből fakad. Tehát az egyik a látásmód, ahogy mondtam, már sokat szorítani örkény kapcsán. A másik pedig ez a fajta hős választás, témaválasztás és így tovább. Mert hogy abból a világból, ami Hrabal világa, abból nem lehet nem groteszket mesélni. Most pont mielőtt jöttem, beleolvastam a második életrajzi trilógiája, amikor a felesége mesél. Az egyik részében van egy zseniális jelenet, amikor ő a férjét doktorként emlegeti, mert hogy jogi végzettsége volt Hrabalnak. És elmeséli azt, hogy lement utána disznóülésre valami Prága melletti faluban. És akkor elképedten látta, nem tudom sajnos szó szerint idézni, szégyellem, hogy nem hoztam én. Elkezdi mesélni azt, hogy és akkor jött a menet. Előjött a böllér, mögötte jött a disznó. A disznó az négy ember vállán feküdt, ledöfve és ömlött belőle a vér, és az egyik ember sötét öltönyben, fehérinkben a doktor volt. Na, ez maga a groteszk. Tehát ez nem kell tovább gondolkozni. Most azért mondom, hogy ez a Hrabal-féle világ, ez önmagában hozzá. Ugye Hrabalnak az egyik közismert elbeszélés, ez az Akarja látni Arany Prágát című elbeszélés. A sztori annyi, hogy a szürrealista költő és a temetkezési vállalkozó sétálnak a folyópartján, a túlparton pedig a helyi önkéntes tűzoltó egylet gyakorlatozik. Ezért aztán válogatott rágásságokat kiabálnak egymásnak, hogy bosszantsák egymást, és a szürrealista költő ő elmeséli a következő nagy estjüknek a tervét, mert hogy szeretnék, hogyha ezt a ravatalozóban vezényelhetnék le ezt az estet, és a vállalkozó borzasztó lélekessé válik, és sorra jönnek az ötletei. És egyik ötlete jobb, mint a másik. Nem mond semmi különöset, ő csak a saját életéből mesél történeteket, hogy és azt kéne még megcsinálni, mint az X bácsi és az X néni akkor ott Prágában, és ez szürrealista költő pedig léptennyomon meghökke, hogy valójában nem én vagyok a művész, hanem ön. És akkor a vállalkozó szépen mondja tovább a maga kis marhaságait. A novella egészen meg arról beszél, hogy, és megint csak Hrabal témaválasztására a példa, arról beszél az egész novella, hogy nem kell itten témát keresni a groteszkhez. Meséljük el, amiben érünk. Az pontosan elég. Meséljük el, mondjuk az előbb itt a köpönyek kapcsán poénkodtunk, meséljem el, amikor én autóra gyűjtöttem, ugyanúgy Lábújhegyen jártam, hogy ne vásározokném. Tehát nekem is megvan a köpönyegem, másnak is megvan a köpönyege, és így tovább. Ebben élünk, ebben vagyunk benne, és a groteszk ettől kedves, hogy ezt szépen felmutatja. Nos, ez tehát akkor egy újabb groteszk értelmezés, ez a Kundera féle, és engedjék meg, hogy egy lassan utolsót említsek még, amit egy svájci irodalomtörténész, Wolfgang Kaiser írt le. Aztán pedig gondolták tovább jó néhányan, és nagyon elgondolkodtató, annál is inkább, mert nagyon szépen visszavetíthető ezekre a művekre. Kaiser és az ő nyomán egy filozófus, egy Martin Esslin nevű, abból indult ki, amit Nietzsche kimondott a 19. században, miszerint Isten halott. Esslin fűzi tovább, aztán Kaiser írja meg ezt a szakirodalomnak. Azt mondja, hogy a groteszk az nem más, mint az Isten nélküli világ, mondja ő. Mert hogy az ember az úgy működnék, mondja Esslin és vallja Kaiser, hogy szüksége van valami istenszerűre, mert ha ilyenje nincsen, akkor maga kezd el istenként viselkedni. És abban a pillanatban, és ez Kaiser szép igazsága, és abban a pillanatban, amikor az ember elkezd istent játszani, akkor baromi nagy baj van. Tehát akkor az maga a groteszk tulajdonképpen, és ezt azt gondolnám, hogy a 20. század gyönyörű szépen igazolja a maga történelmével. És aztán nagyon szépen megjelenik ez az irodalomban is, az említettem szerzőknél is, és másoknál is. Kunderának az egyik nagyszerű regénye a Búcsúkeringő című regény, Bába Iván kollégánk nagyszerű fordításában. A Búcsúkeringő, ami egy fürdőhelyen játszódik, több szálon fut a dolog, nem szeretném elmesélni csak ezt az egyetlen szálat. A fürdőhelyen tudnék működik egy csodaorvos, aki arról híres, hogy terméketlennek nyilvánított hölgyeket tesz termékenyé. Az orvos trükkje abban áll, hogy rádöbben arra, hogy a gyermektelen házaspárok magas százalékában a férfi miatt nem lesz gyermek, csak a férfiak azok ezt nehezen látják be, vagy nehezen vallják be, vagy nehezen mennek orvoshoz, vagy franc tudja. Ezért aztán automatikusan a hölgyeket kiáltják ki, idézőjelben bűnösnek. Úgyhogy az ő terápiája egy rémegyszerű terápia, a kuncsafjait elaltatja, és önnön nemző anyagával termékenyíti meg őket,
mesterségesen. És mindenki boldog, gyermekek születnek, és az orvos megél boldogan. Eddig még csak az ember elmosolyog. Van a regénynek egy zseniális záró jelenete. Narrátor áll a szállodai előtt a fürdővárosban, és jön az obodás csoport, és fogják egymás kezét, és úgy véletlenül rájuk néz, és egy fél megjegyzésben megpendíti azt, hogy milyen érdekes, hogy pont olyan fura orruk van, mint a doktor úrnak. Na, a dolog innentől válik hátborzongatóvá, mert hogy akkor itt már a teremtő elkezdett teremteni, aztán azt magyarán az ember Istent játszani, és abban a pillanatban, amikor Istent játszik, akkor nagyon hülye. És akkor itt érdemes még, sőt, nagyon, kitérnünk ennek kapcsán Örkénynek a Tóték című kisregényére, illetve a drámára. Tudnék, ott is működik szépen ez az olvasat. Ugye általában ezt a kisregényt úgy olvassuk, illetve drámaként úgy nézzük, hogy ez a diktatúra kiépülése, amit az őrnagy művel, és ennek a fokozatai, és itt tovább. Arról vagyunk hajlamosak megfeledkezni, hogy ez miért is van így. Ugye adott a Tótéknak a teljesen deformált világa. Ott senki nem azt csinálja, amit kell. Tehát ott a mérnök az szennyvíz szippant, a tűzoltó parancsnok az vasutas volt, és itt tovább, mert hogy mindenki a fronton van. Így aztán a postás sem postás, hanem a Gyuri atyus, és Svejket idézzük újra, ő meg hülye. A hülyesége az többek között abban nyilvánul meg, hogy szelektál, tehát elolvassa a leveleket, és akit szeret, már pedig Tótékat szereti, azok csak jó híreket kaphatnak. Így aztán a fiúk haláláról szóló levél az úgy tűnik el, ahogy el kell tűnnie, ezért aztán Tóték készséggel alávetik magukat az őrnagy terrorjának, és megcsinálnak mindent, ami kell. Mi történik itt? Az történik, hogy a sors, ha úgy tetszik, most direkt nem Istent használtam, tehát a sors irányítja a mi kis életünket. Na de mi van akkor, ha a sors hülye? Hát akkor sajnos a mi kis életünk is azzá válik, mondja a Tóték, és akkor belefutunk olyan dolgokba, mondja a Tóték és mondja a Groteszk, belefutunk olyan dolgokba, amely dolgok viszont tragédiává változtatják az életünket adott esetben, vagy tragédiává változtatják a világunkat. Tehát ez a fajta groteszk értelmezés, azt gondolnám, tehát ez a Eszlény nyomán a Wolfgang Kaiser féle groteszk értelmezés, nagyon-nagyon elgondolkodtató groteszk értelmezés, és pont ebben a mi régiónkban meg különösen elgondolkodtató, és úgy tűnik, hogyha elkezdenénk most itt visszaolvasgatni az említett műveket, hogy van ezeknek, illetve ennek az értelmezésnek bőven létjogosultsága, még akkor is, hogyha akár a 19. századig utalok vissza. És akkor engedjék meg, hogy zárásként még Örkény kapcsán egy pár szót szóljak. Tudnék, hogy ha elkezdenénk most úgy olvasni az Örkény műveket, hogy megpróbálnánk ezekkel a fajta groteszk értelmezésekkel azonosítani adott pontjaikat, akkor adott esetben meglepődnénk, tudnék, Örkény ő maga is típus, hogyha úgy tetszik. Tehát a Tótékkal vastagon ott van, annál a vonalnál, ahogy vagyunk. Viszont és most szűkítve az egypercesekről három mondatot, az egypercesekben sikerült olyan fajta szövegeket létrehoznia, amelyek pont arra mutatnak rá, amire a groteszk általában, és ha úgy tetszik, némi áttételeken keresztül mutat rá. Tudom, hogy emlékeznek-e a Mi mindent kell tudni című egypercesre. Semmi másról nem szól, semmi más nincs a szövegben, mint egy korabeli villamos átszálló jegynek a hátoldala. Tehát fogta és odamásolta. Szó szerint, ami azon a jegyen van, és fölé írta azt, hogy mi mindent kell tudni. Hát egy 6-8-szor neki kell rugaszkodni, hogy az ember úgy megértse, hogy akkor a hány átszállásnál miért használjuk, és hová kell menni, és így tovább. Azáltal meg, hogy Örkény akkor fölé tette ezt a mi mindent kell tudni, akkor mondjuk akár még el is lehet azon töprengeni, hogyha egy ilyen banális baromságból, mint hogy kell átszállni egyik villamosról a másikra. Erről egy bekezdésnyit lehet fogalmazni, kvázi tudnivalóként, akkor mi van a tényleg komoly dolgokkal. Ugye Örkénynek ezeket a szövegeit úgy emlegeti az Örkény szakirodalom, hogy ezek a talált szövegek, hiszen nem egy ilyen van, ami egyszerű átmásolás. És a másik, ami szintén, hogy ha úgy tetszik, típus, de aztán meg inkább csak egy típusnak a kicsúcsosodása, azt gondolnám, ez a hétköznapi létezés és a hétköznapi létezés kihívásai. Itt Gógol óta emlegetjük a hétköznapi kisembert, hogyha olvasgatjuk ezeket az Örkény novellákat, akkor lépten nyomon belebotlunk ebbe a hétköznapi létezésbe a maga
unalmasságával, szürkeségével, hétköznapiságával, és záró példaként egy perces, ez a Nincs semmi újság című. A történet annyi, hogy kerepesi temetőben népek rendezgetik a szeretteik nyughelyét. Egyszer csak meghasad a föld, és föltámad egy 19. században elhunyt fiatalasszony, aki komótosan kimászik a sírból, leporolgatják, és megkérdezi, hogy mi újság. És a népek ott, semmi. Megint lopnak az ötségesek, meg a taxis is átvágott, meg a francba mindjárt esni is fog, és semmi. És egy ilyen társalgás zajlik két oldalon keresztül, egyszer csak a hölgy azt mondja, akkor ő inkább visszamászna, aztán visszamászik, és összezárul a fejé fölött a föld. Ugye ez ugyanaz a világ, mint az a világ volt, amelyikről beszéltünk Akaki Akakievics kapcsán, aztán Szamsza kapcsán. Ez a világ, ez működik, gyönyörű szépen működik Körkénynél, és záró mondatként nagyon szépen működik a kortárs irodalmunkban is. Egyetlen szerzőt gondoltam említeni itt a kortárs szerzőink közül. Egy kevésre ismert alkotó Fehér Bérának hívják, egy balul sikerült történelmi regényének a film adaptációjától szenvedett pár évvel fél ország, és adásul itt forgatták Külszegen, de egyébként nem egy közismert szerző. Most Fehér Béla művei azok, amelyek talán a kortárs groteszk kategóriájába sorolhatók, és pont ezen a vonalon, tehát a hétköznapi ember, a kisember, és az a világ, ami körülvesz bennünket, és akkor egy könyvajánlóval zárom. Ajánlom szíves figyelmükbe a Jelenetek egy vakondűző életéből című regényét Fehér Bélának. A sztori szerint a vakondűző, ez egy vállalkozás, járja egy roburral az országot, és duragatja ki a vakondokat a földből. Közben komoly zenét hallgat, operákat többnyire, aztán visszaemlékszik a párizsi emigráns éveire, és az egészből összeáll a 90-es évek magyar valósága. Tessenek szívesek lenni ezt elolvasni, és többre mennek a groteszk értelmezésével, mint ezzel a 3-4 órával itt, és nagyon szépen köszönöm a figyelmüket.